Az Arnóti körforgalom kamionos pihenőjében a rendőrök elsősorban az autók műszaki állapotának ellenőrzésén túl a téli közlekedés veszélyeire és az arra való felkészülésre hívták fel az autósok figyelmét, akik közreműködő partnereik jóvoltából egy nyereményjátékban is részt vehettek. A rendőrség látni és látszani kampánya is erre hívja fel a figyelmet, hogy elővigyázatosabban kell közlekednünk, és az autónkat is fel kell készíteni erre az időszakra. Ez a kampány október közepétől egészen decemberig tart. Szeretnék felhívni a közlekedésben résztvevők figyelmét, hogy nekik kell az autójukat megfelelően felkészíteni ezekre a változásokra. A gépjárművezetők úgy gondolom, hogy minden meg kell tegyenek annak érdekében, hogy az autójuk alkalmas legyen a téli közlekedésre. Itt elkezdve van, hogy a gumiabroncsukat megnézik, milyen állapotban van-e. Mi javasoljuk mindenféleképpen a kereszt nem írja, de mi javasoljuk a téli gumiabroncs használatát, hiszen más a tapadási felület az utas, az mint a nyári gumiabroncsnak. De úgy gondolom, a folyadékoktól elkezdve, a hőfoktól elkezdve minden meg kell vizsgálniuk. A mai napnak van azért egy pozitív élménye is, hiszen a ma megvizsgált, regisztrált gépjárműveket sorsoláson vesznek részt a gépjárművezetők, és számos ajándékkal fogunk tudni kecsegtetni a mai nap folyamán. Mi azt látjuk, hogy teljesen anyagi függő, tehát hogyha egy jól szituált emberről beszélünk, általában fel van készítve a gépjárműve, sajnos azoknál az esetekben tapasztalom problémákat, ahol anyagi gondok vannak, és nem tudnak megfelelő összeget ráfordítani a gépjárművükre, de ezt elmondhatjuk, hogy kevés százalék a közúti közlekedésben résztvevő gépjármű vezetőknek. Minden esetben a rossz gumiabroncsok gyakorlatilag növelik a féktávolságot, illetve a felület hiszen nem tapad. A másik az, hogy a nyári guminak a szerkezete teljesen átalakul a téli időszakban, tehát nem tapad olyan formán. Ilyentől kezdve nő a féktávolság és nő a baleseteknek a száma. A rossz világítás és a láthatóságot csökkenti, tehát mindenféleképpen ezek a gépek, amik rossz műszaki állapotban vannak, növelik a balesetek számát. A látni és látszani kampány most is folyamatban van, december 4-ig tart, és ennek a központi elem az, hogy láttassuk magunkat, tehát az, hogy a gyalogosok, a kerékpárosok megfelelő láthatósági eszközökkel legyenek ellátva, vagy a gyalogosok esetében világos öltözetről beszélünk. A másik pedig az, hogy jól lássunk, tehát a gépjárműnek a világítása, illetve amennyiben gépjárművezető szemüveges és szemüveget kell viselnie, kérik őket, hogy tegyék meg, hiszen ez javítja az a látásukat, és hamarabb észre fogják tudni venni a többi közlekedőt. Fontos, hogy a közlekedés során egymást segítsük, hiszen ez biztosítja azt, hogy mindenki hazaérjen. A járművezetők mindig az időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően vezessék járműveiket. Próbáljanak meg fokozatosan alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, tekintettel az esetleges ködös, esős időjárásra. Nagyobb követési távolság tartásával megelőzhetőek az erre az időszakra leginkább jellemző balesetek. Lassabb, körültekintőbb, előrelátóbb vezetéssel meg lehet előzni a gyalogos baleseteket, még ha azt a gyalogos figyelmetlensége is váltotta ki. A mai napon a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei balesetmegelőzési bizottsággal közösen egy gumiabroncsokhoz kapcsolódó közlekedésbiztonsági kampányt folytatunk le. Délelőtt itt vagyunk az Arnóti körforgalomnál, délután pedig a Miskolcon-Kisernő utcában. Szeretnénk felhívni ezzel a figyelmet az autósoknak, a gumiabroncsoknak az állapotára, a gumiabroncsok fontosságára a biztonságos közlekedésben. Készítettünk külön ehhez egy applikációt a weboldalunkon, és gyakorlatilag az abroncsoknak a típusát rögzítjük, a profil mélységét rögzítjük. Ezután az autósok megadva a rendszámukat megkapják e-mailben magát az állapotfelmérésnek az eredményét, illetve az abroncsnak az adatait. Először is javasoljuk mindenféleképpen, hogy az évszaknak megfelelő gumiabroncsokat használják. Ugye a mai reggel is azért eléggé hűvös, ködös, kicsit csepergős eső van. Ilyenkor már a téli abroncsok használata mindenféleképpen javasolt. Emellett érdemes azért az abroncsok állapotát szemrevételezéssel ellenőrizni, hogy nincsenek rajta szemmel látható sérülések, illetve azért havonta egyszer javasolni szoktuk a gumiabroncsok nyomásának az ellenőrzését. Tudjuk, hogy nagyon már mondhatjuk azt, hogy elcsépelté vált ez a 7 Celsius fokos külső hőmérséklet, hogy abban az időszakban már érdemes lecserélni az abroncsokat, de ez így is van. Ugye a téli abroncsoknak a keveréke jóval lágyabb, mintázata másabb, lamellázottabb, kifejezetten a téli körülményekre van kialakítva, míg a nyári abroncsoki ugye az egy kicsit keményebb keverék, azért 7 fok alatt meglehetősen ridegé válik, és ugye maga a mintázat kialakítása is inkább nyári körülményekhez van alakítva. Négy évszakos abroncsok gyakorlatilag egy köztes megoldást jelentenek. Azt szoktuk mondani, hogy azoknak, akik képesek kompromisszumot kötni, illetve akik éves szinten nem használják az autót 8-10 km-nél többet, nem hegyvidékes területen laknak,
Ott esetleg érdemes elgondolkodni a négy évszakos abroncs használatánál, de mi inkább szakmailag javasoljuk a nyári és a téli gumiabroncsok használatát. Minden megállított autós kap egy kis ajándékot a támogatóink hozzájárulásával, illetve a nap végén a megállított gépkocsik rendszámából közjegyző jelenlétében kisorsolunk 5 különböző nagyobb értékű ajándékot az Autókarma miskolci telephelyén. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság a baleset megelőzési bizottság partnereivel együttműködve hívta fel a figyelmet az őszi-téli átállásra. Remélik, hogy már mindenki megfelelően felkészült a térre.